Sziasztok, ez itt a heti animék extra, benne a Black Clover 7. epizódjával. Akcióból ugyan még mindig hiányosságokkal küzdünk, de úgy vélem, hogy ismételten jó résszel volt dolguk. Inkább a hangulatra fektették az időt, valamint arra, hogy kellőképpen mutassák be nekünk az új női főhősnőt. Ezen felül bókláztunk egy kicsit a Fekete Bikák főhadiszállásában, ahol elég sok minden rejtőzik, valamint újabb Harry Potteres vonallal is találkoztak. Miután azt a magára kanyaríthatta a rendje köpenyét, az új barátja végig kalózolja őt a kastélynak is beillő épületbe. A férjétében ilyen nem volt, ami eléggé furcsa, tekintve, hogy akkor Lucy is újoncként jött Natsuik csapatába. Ezen a téren tehát a Fekete Bikák kedvesebbek, az otthonukban pedig rengeteg minden van. Lili nővérék is kaptak egy kis jelenetet, és ahogy megkapták az üzenetet, amit egy bagoly hozott, hát ismételten egy Harry Potteres vonalat pipálhattunk. A folyosók mellett akad itt egy ebédlőterem is a Fekete Bikák otthonában, amit igaz, hogy csak röpke ideig láthattunk, ám nekem roppantul hasonlított a Roxford ebédlőtermére. Még egy Harry Potteres inspiráció, és a sor itt még nem ért véget, ugyanis volt az a fürdőzős jelenet, ami nekem megidézte a tűz serlegében látott fürdőzős jelenet. Volt egy vérszomjas állatokat elszállásoló részleg is, ami állítólag Jani kiskedvenceinek ad helyet, mert ő szereti begyűjteni a ragadozókat. Ezzel nagyon érdekessé vált a szereplő, és én már is kívánok egy olyan jelenetet, amiben Jami törődik a kedvenceivel, etetgeti őket, vagy éppen beszél hozzájuk. Az új lányunk Noel Silva névre hallgat, és annyit tudunk róla, hogy egy nemes, aki valahogy mégis a Fekete Bikákhoz keveredett. Nagyon beképzelten viselkedik Asztával, és hát meg is támadja őt egy egész jól kinéző varázsgömb. Egyszerre vízgolyó és villámzó erő is egyben ez a gömb, így felettébb látványos egy támadás, és animációban is tökéletes volt. A bökkenő csak az, hogy nem találja el vele Asztát, vagyis mégse olyan tökéletes ez a lány, mint azt hinni. Külsejében igazán szép, maga a megjelenése pedig hamvas, mint a friss barack. Az öltözéke fanszervízes, ami jó pont, és főleg a szoknyájával törötte. Az edzést követően, ahol a lánykánk egy kicsit begyakorolja a golyók kilövését, ez a jelenet nekem nagyon hasonlított Obitóra, amikor ő a shuriken edzését végezte el, mivel ahogy itt úgy ő se találta el gyakran a céltáblát. Ez a jelenet mégis ígéretes volt, mert amellett, hogy látványban erős volt, Asta itt keveredett össze végleg az új lánnyal. Ezután aztán rájön, hogy itt valaki mégsem tud annyira célozni, amitől a lánykák annyira bepipul, hogy elveszíti az irányítást a varázs ereje felett. A vízbuborék elképesztően nézett ki, és magát az ügyet is okosan oldották meg. Bár szerintem, ami ki tudta volna hozni a lányt, ha tényleg akarja. Látszott, hogy szándékosan Asztát akarja kihozni hősként, amivel közelebb hozza egymáshoz a két újoncot, ezáltal megvan teremtve a béke a csapatában. Azt a kilövésével már csak egy karcsapás hiányzott, aztán adóztak a fanszervíznek is, ahogy a szépségünk a földön feküdt, nedvesen és legyőzötte. Teljesen kibukik, amiért ráébred, hogy ennyire gyengébb a bátyjához képest, azt a viszont lelket önt belé, és elmondja a lánynak, hogy a jövő mindig tartogat valami meglepetést. És a lányunk nem adja fel, innentől azért fog dolgozni, hogy egyszer még irigykedjenek rá az arrogáns nemesek. A következő részben összevonorálják a csapat új tagjait egy küldetés alkalmával. Asztályéknak vaddisztóra kell vadászniuk, de hogy élelem céljából, vagy hogy gonosz-e az a vaddisztó, esetleg csak egy hóbortról van szó, az kiderül a következő részben. Ki ne adjátok az új epizódot! Ez volt a heti animék extra, benne a Black Clover 7. epizódjával. Lájkold a videót, ha tetszett, lájkold be a Facebook oldalunkat, kommentelj a témával kapcsolatban, és amíg nem tetted meg, iratkozz fel a Mosi Mosi csatornára. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is helosz!